kevés a kamionos. A szakma előregszik, és a sofőrök jobb bérfejében Nyugat-Európába mennek. Olcsó a dinnye. A kereskedők 40, a vásárlók 100 forint körül veszik a gyümölcs kilóját térségünkben. Ingyenes ellenőrzés. Az új kéményseprőrendszer július 1-én indult el. A karbantartói szolgáltatás ezentúl ingyenes lesz. Hatezer betöltetlen kamion és buszsofőr állás van itthon. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szakember hiánya a szabolcsi szállítmányozással foglalkozó cégeket is érinti. A szakma előregszik, és a kamionosok jobb bér fejében Nyugat-Európába mennek. A fuvarozásban azt mondják, szükség van az államilag támogatott gépjármű vezető képzésre. Kamionok indulnak a Transpet Kft. Nyíregyházi telephelyéről. A belföldi fuvarozással foglalkozó cégcsoportnak 7 telephelye van az ország különböző nagyvárosaiban. Évente 70 ezer fuvart bonyolítanak. A cégnél 150 gépkocsi vezető ül a volán mögött, akiket igyekeznek megtartani. Egy ilyen életpályamodellt állítottunk fel, hoztunk össze, ami több elemből áll. Azon kívül, hogy igyekszünk a idősebb gépkocsivezetőknek nagyobb alapért adni, mint a fiatalabb gépkocsivezetőknek, fizetünk értük biztosítást, orvosi ellátást biztosítunk számukra, egészségügyi szűréseken vesznek részt, munkaruhát kapnak tőlünk, rendszeres szakmai oktatások, oktatásokon vesznek részt a gépkocsivezetőink, modernizáljuk a járműparkot, rendszeres cserékkel biztosítjuk azt, hogy kényelmes, biztonságos járműveket tudjanak dolgozni. 6000 kamionos hiányzik a közúti fuvarozásból itthon. Egy hivatásos gépkocsi vezető jogosítvány akár 1 millió forintba is kerülhet, ezért az államilag támogatott képzésekre szükség van. Tavaly az OFA és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete indította el a gépkocsi vezetők ingyenes képzését az uniós és állami finanszírozású program 2 éves. Nagy az érdeklődés a leendő gépkocsi vezetők részéről, 30 ezres nagyságrend az, akik jelentkeztek ebbe a programban. Ehhez képest a valóban gépkocsi vezetőnek alkalmas jelöltek száma alacsonyabb, jóval alacsonyabb. A szakma szerint a képzés most tűzoltás, mert már középfokon is kellene oktatni hivatásos gépjárművezetőket. Annál is inkább, mert a fuvarozási ágazat a hazai GDP 10-15%-át adja. Július 1-től egy új jogszabály lépett életbe, ez jogbiztonságot nyújt a fuvarozási cégeknek. A fuvardíjak kifizetését 30 napban szabályozza, és megtéríthető az állásidő is. A fuvarozók a fellerakóhelyeken sokszor 4-5 órát álltak. Üresen várva arra, hogy vagy fel lesznek rakva, vagy le lesznek rakva. Ez mind ugye költséget jelent egyrészt jármű oldalról, másrészt ember oldalról, és ez a törvény biztosítaná azt, hogy ezt megfizessék a árutulajdonosok. Az új jogszabály szerint csökken a kártérítési felelőssége is a fuvarozóknak, ha a hibájukon kívül esik kár a szállított áruban. Olcsó a hazai dinnye. A kereskedők 40, a vásárlók 100 forint körül veszik a gyümölcs kilóját. Az árakat a külföldi dinnyepiac is befolyásolja. A környező országokban olcsóbban adják a gyümölcsöt, így a hazai termelőknek igazodniuk kell a felvásárlási árakhoz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már több mint egy hete szedik a dinnyét. A termelők azt mondják, megfelelő a minőség, a mennyiséggel viszont probléma lehet a csapadékos időjárás miatt. Második hete szüretelik a dinnyét ezen a Perket pusztai ültetvényen. A munkások harmadjára válogatják ki az érett gyümölcsöket. Azt mondják, nem a gyümölcs súlya számít, ránézésre tudni lehet, hogy melyik dinnye lesz édes és zamatos belülről. Lassan 2 hete kezdtük el a szabolcsi dinnyét szedni. Én jó magam itt a mögöttem levő részen múlt hét hétfőn szedtem elsőnek. Most ma a harmadik szedést csináljuk. Jól indult, és aztán az időjárás kicsit keresztbe tett, és a kecsegtető súly és minőség az picit alább hagy. Egy olyan 300-500 mázsa hektáronként dinnyetelmés várható a 7-800 mázsával szemben az intenzív termelésünkön. Olcsó és finom dinnyét árulnak a kereskedők, de augusztusra akár emelkedhetnek is az árak. Ezt mondja Kékesi Mihály, aki szerint most a külföldi piac határozza meg a felvásárlási árakat. A környező ország dinnye termelő részein picit nyomottabb árakon vannak most eladások, és így az export eladásaink nem is igazán indultak meg, mert makedón, román
és más egyéb piacokról szerezték be a lengyel, német és cseh partnereink. Most érződik egy élénk érdeklődés, egy jobb idő jött ott is elő, ami a magyar dinnyénél az árakban még nem igazán tükröződik, mert annak ellenére, hogy nincs elég dinnye, az árak inkább beljebb estek, lejjebb vannak, mint ahogy kellene. Jelenleg 40 forint körül vásárolják fel a kereskedők a dinnye kilóját. A következő hetekben ez még tovább eshet, viszont az alacsony termésátlag miatt augusztusra stagnálhat, vagy akár emelkedhet is a gyümölcs ára. 414 szakemberrel indult a katasztrófa védelem kéményseprőipari szerve július 1-én. Az elmúlt fél év felkészülési ideje után az új szervezet 15 megyében összesen 1835 településen vette át a kéményseprői feladatokat. A változásnak köszönhetően a karbantartói szolgáltatás ezentúl ingyenes lesz. A katasztrófa védelem az elmúlt 6 hónapban készült az új kéményseprő rendszer kialakítására. Kéményseprő szakmunkás vagy mestervizsgával rendelkező szakembereket vettek át a városi, illetve megyei KFT-ktől. Az új szervezet július 1-től működik, indulásakor országosan összesen 414 szakemberrel indult. A katasztrófavédelem működésre, a szolgáltatási területén egy új egységes ügyfélszolgálati rendszer áll a lakosság részére, ezen keresztül sokkal gyorsabban és könnyebben tudják intézni a saját ügyeiket. Nem mellesleg egy nagyon fontos változás az is, hogy szolgáltatótól függetlenül, tehát ott is, ahol a korábbi közszolgáltatók végzik ezt a tevékenységet, és ott is, ahol a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve, díjmentessé válik a lakossági sormunka. A szakmunkások és mesterek egyaránt a piaci átlagnál magasabb fizetést kapnak ezentúl, valamint új felszerelésekkel és korszerű eszközökkel dolgozhatnak. Az ingyenes lakossági sormunkát ezentúl 15 megye 1835 településén végzi majd a katasztrófa védelem. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből összesen 32 embert vettek át, Nyíregyházáról 21 kéményseprőt és 4 irodai dolgozót. A változások elsősorban a lakosságnak kedveznek. A lakosság szempontjából jó hatással volt, mert ingyenesé válik a számukra a kéményellenőrzés, a cég szempontjából pedig hát súlyos hatással volt ránk, mert költségvetésileg eléggé hátrányosan érintett minket. A kéményseprőipari KFT térségi kirendeltségének feladata maradt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közületes kéményekkel kapcsolatos ügyintézés, valamint a Hajdú-Bihar megyei kémények ellenőrzése. Idén több mint 10 millió kiadványt készít el az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet az iskolák tankönyvrendelései alapján. Valamennyi tankönyvet, munkafüzetet hazai nyomdákban gyártják. Július 31-ig az összes kiadvány elkészül, majd a könyvtár ellátó raktáraiba kerülnek, innen szállítják ki az iskolákba a tanév kezdetéig. Az elmúlt hónapokban folyamatosan készültek a kiadványok a hazai nyomdákban, július végéig be is fejezik a munkát. Az OFI több mint 1300 tankönyv címet kínálta a tankönyvjegyzéken keresztül az iskoláknak, a rendelések alapján összesen több mint 10 millió kiadványt készítenek. Az OFI állományában megközelítőleg 1300 cím van. Ugye ezeknek a címeknek egy jelentős része a korábbi nemzeti tankönyvkiadótól, apácai kiadótól átvett tankönyvek, beleértve a nemzetiségi és sajátos nevű igényű diákok tankönyveit, mert ennek a cím számnak a fele az nagyjából ezekből a könyvek kerül ki, de azt tudom mondani, hogy ez az 1300-nál több cím arra jó, hogy minden évfolyam, minden tantárgyászhoz, tehát minden kötelező tantárhoz vannak tankönyvek, munkafüzetek, sok esetben feladatgyűjtemények, hanganyagok és minden egyéb, ami a eredményes tanulói feldolgozást elősegíti. A következő tanévben a tanulók több mint kétharmada ingyen kapja a tankönyvet. A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott hosszú távú cél az, hogy az általános iskolai évfolyamokon minden diák térítésmentesen kapja meg a tankönyveit. Ennek bevezetése felmenő rendszerben történik, így idén először minden alsó tagozatos tanulónak járnak ingyen a tankönyvek, a felső tagozaton pedig szociális helyzetük alapján juthatnak hozzá a diákok az ingyenes tankönyvcsomaghoz. A kész kiadványok a könyvtárellátó non-profit KFT raktáraiba kerülnek, innen szállítják ki az iskolákba a tanév kezdetéig.
Migránsokra és embercsempészekre is vadászik a hónap utolsó hetében a rendőrség. Hétfőn indul és szombatig tart a legújabb Tiszpol akció. A nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik a rendőrök a közutakon, kiemelten figyelve a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására. Ezeken túl figyelni fogják a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. Így az ellenőrzés kiterjed majd az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószer, valamint a lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére is. Idén is lesz Vidor Fesztivál Nyíregyházán, egy hónap múlva már startolnak a programok. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Augusztus közepén elkezdi a felkészülést, azaz ismét elindul az NB2-es bajnokságban a Sunshine Nyikse férfi kosárlabda csapata. A továbbra is Kovács Tibor által irányított együttes néhány rutinos játékos mellett főként a fiatalokra épít majd a jövőben. A középmezőnyt célozza meg a megyei első osztályban a nagyhalászi futballcsapat. Opre Mihály együttesétől többen távoztak, de a meghatározó játékosokra továbbra is számíthat az edző. A nagyhalász a bajnokság nyitófordulójában a Máté Szalkát fogadja. Idén már 15. alkalommal lesz Vidor, Nyíregyháza belvárosa. Augusztus 26-ától szeptember 3-áig tart majd a Vidámság és Derű országos fesztiválja, azaz a Vidor. A közönség 16 színházi előadást láthat majd a Móricz Zsigmond Színházban. Víg Színház, Katona József Színház, Nézőművészeti Kft. Néhány név a teátrumok közül, amelyek visszatérő vendégei a Vidor Fesztiválnak. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen ismertették a 15. jubileumi fesztivál versenyprogramját. Az előző években csak augusztus elején lett nyilvános a fellépő színházak névsora, az idén azonban hosszabb ideig válogathat majd kedvencei közül a közönség. Augusztus közepén tervezzük az összes többi program nyilvánosságra hozatalát, szóval azért is tartottam fontosnak, mert túl rövidnek találtam azt az időt, amit a jegyértékesítésre szántunk a korábbi években. Most egy bő hónapja lesz a nyíregyházi, illetve környékbeli színházrajongóknak, hogy jegyet vásároljanak. Ez az egyik legnagyobb változás. A színházi program alapjában véve ugyanaz, mint a korábbi években, tehát itt is a legszínvonalasabb, legjobb színházi előadásokat válogattuk össze. Számos sikeres klasszikus és kortárs vígjáték lesz műsoron. Egyebek mellett Shakespeare, ahogy tetszikje, Spiró György kvártettje, Rejtő Jenő szőke ciklonja és Tasnádi István Finító című komédiája ígér majd nevetést. A zsűri elnöke a korábbi évekhez hasonlóan Mak Károly filmrendező lesz. Minden évben nagyon alaposan átnézi egy megfelelő csapatunk az aktuálisan futó vígjátékokat, és megnézik személyesen legalább egy ember, de igyekszünk minél több embert odaküldeni, és az alapján kiválasztják a legjobbakat, úgyhogy mindegyiket személyesen nézték meg szinte, amire csak volt lehetőség. A jegyek árusítása július 25-én hétfőn reggel 7 órakor kezdődik. A programot a színházbarátok a Vidor Fesztivál honlapján találhatják meg. Online jegyvásárlásra július 27-től van lehetőség, a jegyárak a tavalyihoz képest nem változtak. Augusztus közepén elkezdi a felkészülést, azaz ismét elindul az NB2-es bajnokságban a Sunshine Nyikse férfi kosárlabda csapata. A továbbra is Kovács Tibor által irányított együttes néhány rutinos játékos mellett főként a fiatalokra épít majd a jövőben. Az elmúlt bajnokságban szezon közben csatlakozott az NB2 mezőnyéhez a Sunshine Nyikse együttese, amely végül a 8. helyen végzett a keleti csoportban. Az utánpótláskorú játékosok még szerepeltek a megyei bajnokságban, azóta viszont csend volt a csapat körül. Mint az egyesület elnöke elmondta, a következő szezonban is az NB2-ben indul majd el a felnőtt csapat. A csapat gerincét egyébként jövőre is a 23 év alattiak alkotják, és bízom benne, hogy hasonló sikerrel, talán egy picit még merészebb reményeket is megfogalmazunk, mint amilyen tavaly évben volt. Ehhez jönnek olyan igazolások, akik korábban más megyei csapatoknál például játszottak, és hogyha szerencsénk van, akkor még talán az NB1B-ből is, vagy NB1B-t megjárt játékosok is kerülnek. A csapat összeállítása folyamatban van, és augusztus 15-tel elkezdik a felkészülést.
A szakmai munkát továbbra is Kovács Tibor irányítja, aki a rutinos játékosok közül számíthat majd Pál Kertin Norbertre, Csikós Péterre, Oroszvári Tamásra, Baptista Péterre és Horváth Bencére is. Az elmúlt szezonban a csapat teremgondokkal küzdött, emiatt többször is fel kellett adnia a pályaválasztói jogát. Ősztől viszont állandó otthona lesz a Sunshine X-ének. Folyamatban van most egy olyan beruházás, amelyet a sport szervezetünk végez és kivitelez, ez pedig a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskolának a tornatermi felújítása, valamint az öltözők rekonstrukciója, úgyhogy ott egy teljesen új bázist alkotunk ki, lelátó felújítással, nézőknek lesz hely. Bízom benne, hogy ez őszre elkészül, és következő évben ugyanebben az iskolában majd a B33-as pályák létrehozása az udvaron, amely szintén azt teszi majd lehető, hogy mind az utánpótlás csapataink, mind pedig az MB2-es csapat ugye ezt birtokba vegye, használja, és ott tréningezzen. Az MB2 keleti csoportjában jelen állás szerint 12 csapatos lesz a mezőny. A bajnokság október közepén rajtol. A középmezőnyt célozza meg a megyei első osztályban a nagyhalászi futballcsapat. Opre Mihály együttesétől többen távoztak, de a meghatározó játékosokra továbbra is számíthat az edző. A nagyhalász a bajnokság nyitófordulójában a Máté Szalkát fogadja. Az elmúlt szezonban a bajnokság felénél még a tabella utolsó helyén állt a nagyhalász, majd a jó tavaszi szereplésnek köszönhetően az együttes meghosszabbította megyei első osztályú tagságát. A felkészülést június 30-án kezdte el a csapat, amelytől Gömze, Szőlősi, Kis, Fábri, Mocsár, Tóth Zsolt és Tóth Dániel távozott. Az új játékosok közül a kapus Kromplák Gyula Kemecséről, Kató István Tiszakanyáról, Hudák Máté a Bozsik Akadémiáról érkezett, és három fiatal is felkerült a felnőtt kerethez. Mivel az alapcsapat együtt maradt, az edző szerint helyezésben és játékban is előrébb kell lépnie a nagyhalásznak. Egy kicsit előrefele játékba kellene fejlődnünk a elmúlthoz képest, amit már láttam edzőmeccsen biztos jeleket, már most a negyedik edzőmeccset játszuk. És hát több-kevesebb siker, mert az eredmény itt a másodlagos. Játszottunk Domnádon, ott nyertünk 7-2-re, Balkányra kikaptunk 3-2-re, hétvégben Nyíregyházán voltunk 2-2, és most jöttünk ide rakamozni, mi tudjuk, hogy nagyon erős csapat, mert a bajnokságban is meg kell majd velük küzdeni. A csapat egyik játékosa, Gyügyei Zoltán szerint a következő szezonban a tavasszal mutatott játékot láthatják majd a nagyhalászi szurkolók. Sok passzos technikás futballt játszunk, mindenki képzett labdarúgó, labdabiztosak vagyunk. Szerintem ugyanezt elváltják tőlünk a jövőben is. Nagyhalászban az első 10 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a csapat elé a vezetőség. A bajnokság nyitófordulójában a Máté Szalkát fogadja majd Opre Mihály együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 6000 betöltetlen kamion és buszsofőr állás van itthon. A szakember hiánya szabolcsi szállítmányozással foglalkozó cégeket is érinti. A szakma előregszik, és a kamionosok jobb bér fejében Nyugat-Európába mennek. A fuvarozásban azt mondják, szükség van az államilag támogatott gépjárművezető képzésre. Olcsó a hazai dinnye. A kereskedők 40, a vásárlók 100 forint körül veszik a gyümölcs kilóját. Az árakat a külföldi dinnyepiac is befolyásolja. A környező országokban olcsóbban adják a gyümölcsöt, így a hazai termelőknek igazodniuk kell a felvásárlási árakhoz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már több mint egy hete szedik a dinnyét. A termelők azt mondják, megfelelő a minőség, a mennyiséggel viszont probléma lehet a csapadékos időjárás miatt. 414 szakemberrel indult a katasztrófa védelem kéményseprőipari szerve július 1-én. Az elmúlt fél év felkészülési ideje után az új szervezet 15 megyében összesen 1835 településen vette át a kéményseprői feladatokat. A változásnak köszönhetően a karbantartói szolgáltatás ezentúl ingyenes lesz. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 22-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A légköri frontok egyelőre elkerülik térségünket, időjárásunkat helyi hatások alakítják. Szombat estig a Kárpát-medencében folytatódik a meleg nyári idő. Éjjel változóan felhős lesz az ég, záporeső zivatar is kialakulhat szorványosan. Mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar idején erősödhet meg a szél, reggel általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak, több-kevesebb napsütése is számítani lehet. Szorványosan előfordulhat záporeső, zivatar, általában mérsékelt lesz a légmozgás, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő egy hét során is meleg nyári időre van kilátás, hazánk nagy részén 30 fok körüli maximum hőmérséklettel. Általában több órára kisüt a nap, emellett erőteljesen megnövekedhetnek a gomoly felhők, és szorványosan vasárnap és hétfőn pedig a Dunántúlon, illetve az északi országrészben több helyen is kialakulnak záporok. Ezek környezetében átmenetileg megerősödhet, helyenként viharossá fokozódhat a szél.